Balázs napja jeles nap a népi és az egyházi kalendáriumokban is. Ehhez a naphoz két esemény is köthető. Az egyik a balázsolás, a másik pedig a balázsjárás hagyománya. A templomi balázsolás rituáléja, amikor a pap a szentmise vége után két keresztalakba illesztett gyertyát tart a hívek álla alá, és elmondja az áldást. Ennek lényege, hogy Szent Balázs püspök közbenjárásával mindenféle torokbajtól megszabadítsa és megóvja a hívőket. Szent Balázs püspökhöz számos legenda fűződik, de életéről mégis nagyon keveset tudni. Az egyháznak a vértanúi közé tartozik maga Szent Balázs, és az ősegyháznak abból az időszakából, amikor üldözték a keresztényeket, és ugye az életét áldozta, különböző szolgálatokat végzett, élt remeteként, püspökként is, és végül vállalta Jézusért a legnagyobb áldozatot, hogy az életét adta oda. Szent Balázshoz tartozó középkori eredetű népszokások a zalai településeken is ismertek voltak. Ő az egyik legendája szerint imádsággal megmentett a fuldoklástól egy alszárpát lenyelt gyermeket. És a régebbi időszakokban, ugye még a 20. század első felében is, a torokgyik, a diftéria az egy nagyon-nagyon komoly és tragikus betegség volt, amiben nagyon sok kisgyerek meghalt, és ezért akkor, amikor még nem volt védőoltás, tulajdonképpen nem volt más, csak az imádság, amiben lehetett reménykedni, és még a Balázs áldás, és éppen a szent legendájához kapcsolódik az, hogy Szent Balázs napján a zalai településeken is még a 19. század végén, 20. század elején balázsjáró fiatalok jártak házról házra, köszöntőt mondtak, énekeltek, és mindenféle egészséget, torok bántalmaktól mentességet kívántak a házlakóinak. A gyerekek a jó kívánságokért cserébe ajándékot, elsősorban élelmiszert kaptak az emberektől. Az ehhez kapcsolódó hagyományokat van, ahol még ma is próbálják visszahozni a köztudatba.